A főszezon eddigi legnagyobb vihara csapott le tegnap a Balatonra. Volt, ahol 90 km/h szelet mértek, ezért másodfokú viharjelzést adtak ki. Az özönvízszerű eső később északra és keletre vonult tovább. Veszprém belvárosát és Tatát is elöntötte az eső. Ott az autók tengelyig gázoltak a vízben. A tűzoltókat elázott épületekhez és pincékhez riasztották. Az Országos Meteorológiai Szolgálat mára is figyelmeztetést adott ki zivatarok és felhőszakadás miatt az egész országra. Szinte patakká változtatta az utat a heves zivatara Baranya megyei Csarnóta határában. Ezt a videót egyik nézőnk készítette, amelyen jól látszik, volt, ahol vízesésszerűen ömlött a csapadék az autók elé. A zivatar hullám az Adriai tenger felől érkezett Magyarországra szombaton. A Balatont a kora esti órákban érte el a vihar. A tó mindhárom medencéjében másodfokú riasztás volt érvényben. A fürdőzők komolyan vették a viharjelzést, és fél órával a rossz idő előtt elhagyták a tavat. A hőmérséklet néhány óra alatt 10 fokkal csökkent, így estére már csak 20 fokot mutatott a hőmérő. A főszezon eddigi legnagyobb vihara csapott le a Balatonra, amelyet nagy erejű szél kísért. Volt, ahol 90 km/h szelet mértek. Nem is a nagy erejű széllökések okozhatnak gondot, vagy okozhattak volna gondot, hanem a csapadék, hiszen a héten egyszer már megdőlt az országos rekord, amikor több mint 100 mm-nyi csapadék hullott le alig egy óra leforgása alatt. Most ez az érték, ugyan a szakemberek azt jósolják, hogy ez az értéket nem fogja elérni a ma esti csapadék mennyiség, azonban így is jelentős esőre lehet számítani. Veszprém megyét sem kímélte az ivatar. Délután 6 óra után Veszprém belvárosára özönvízszerű eső zúdult. Az autók tengelyig gázoltak a vízben, rövid idő alatt 30-40 cm-nyi csapadék hullott. Az ivatarokat helyenként erős széllökések kísérték. Több településen beázott épületekhez riasztották a tűzoltókat. Veszprém és Ajka térségében forgattunk, ott azt láttuk, hogy az emberek bokáig járnak a vízbe, és az autók pedig tengelyig gázolnak a hirtelen lezúdult nagy mennyiségű esővízben. Az éjszaka sem volt nyugodt a Dunántúlon. A vihart mennydörgések és villámlások kísérték. Tatán a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadékot a csatornák nem tudták elvezetni, így több úton, kereszteződésben is megnehezítette a közlekedést a víz. Több házban is problémát okozott az eső. Egyszer csak láttuk, hogy emelkedik a vízszint, mindent elöntött itt a kárába, és amint látható, nappalink, hálószobánk, mindent elöntött a víz. Az egyik lakóházba is befolyt a víz, a tűzoltók azóta szivattyúk segítségével orvosolták a problémát. Egy másik lakóház pincéjébe is betört a víz, itt két másik szomszéd is érintett volt. Egész udvarba hömpölygött a víz, a pincébe befolyva fél méteres víz állt, benn voltak a gépek, akkor kéziszerszámok, hűtő, illetve öntözőrendszer dolgai, teljes mértékig elázott minden az egész pincében, és az egész udvaron hömpölygött a víz, amíg ki nem érkeztek a tűzoltó kollégák. A Komárom-Esztergom megyei tűzoltók még vasárnap reggel is azon dolgoztak, hogy elhárítsák a víz okozta károkat. Olyan társasház is van Tatán, amit még ma is nehezen tudnak megközelíteni a lakók.